A Kisfaludy Sándor Emlékház dolgozói törekednek arra, hogy az épület ne csupán egy emléktár legyen, hanem élettel megtöltött közösségi tér. Igyekeznek minden adandó alkalmat megragadni, hogy becsalogassák a fiatal generációt is. A város nagy költője, a Valentin nap és az ifjúság közös többszöröse, a szerelem pedig kiváló lehetőség arra, hogy közelebb kerüljön egymáshoz a múlt és a jelen. Egy popzenés verses összeállítással készültünk. Megnézzük, hogy 200 év alatt változott-e valamit a szerelem kifejezése. Kisfaludy verseket és híres magyar írók verseit mutatjuk meg a fiataloknak, és mellette zenét hallgatunk, klippeket nézünk, és összehasonlítjuk, hogy hogyan is fejezik ki az írók, költők ezt az érzelmet. Végignézzük mérföldkövenként, hogy hogyan is épül fel egy szerelem, milyen állomásai vannak. Ehhez kötjük a verseknek a témáit, és próbálunk beszélgetni a fiatalokkal erről, hogy hogyan is lehet megélni az érzelmeket. A Himfi szerelmei Bálint napi nyílt napra elsősorban gimnazistákat vártak. A Fekete Sereg Ifjúsági Egyesülettel tartott közös eseményen verseket olvastak, mai modern popzenei részleteket hallgattak meg a fiatalok. A korosztályukból adódóan az interaktivitás nem volt jellemző, de a program utáni megnyilvánulásokból leszűrhető volt, hogy a fiatalokban elindított valamit ez a fajta megközelítés. A szervezők azt hangsúlyozták, hogy ez a lényeg, hogy gondolatokat ébresszenek, és maguk között beszéljék át és tovább a hallottakat.